Négy gólos vereséget szenvedett a férfi kézilabda nemzeti ligában a Székelyudvarhelyi KC. Vlád Kábát csapata a Tordai Potaisza otthonában 27-23-ra maradt alul. Noha voltak jó pillanatai is a mérkőzésen, a rövid kispad és a játékvezetői párus rányomta bélyegét az udvarhelyi együttes teljesítményére. A sorozatos sérülések miatt az SKC kisebb hullámvölgybe került, mivel utóbbi négy találkozójából hármat elveszített. Vasárnap az éllovas bukaresti Csészémé lesz az ellenfél, ez pedig egy igazi erőpróba lesz az udvarhelyi kézilabdásoknak. Elkezdődött a romániai U16-os korosztályú jégkorongbajnokság. A csíkszeredai ISK rögtön az első fordulóban gólcsúcsot döntött. A csíkiak a Szucsáva elleni első mérkőzést 60-0-ra nyerték, a másodikon pedig 38 gólt sikerült lőniük. A hatcsapatos alapszakaszban a gyergyószentmiklósi ISK kétszer is kikapott a Galactól, míg a brassói Korona fiataljai kétszer is legyőzték a bukaresti Steauát. Harmadik olimpiájára készült Randafir Norbert, az erdélyi úszócsillag már visszatért Bákóba és újra kezdte az edzéseket. Randafir Norbert a tavaly augusztusi úszó Európa bajnokság óta csak az idei országos bajnokságon állt rajtkőre. Azon viszont annyira jól szerepelt, hogy már B-szintet úszott, és ezzel nagy esélye van arra, hogy ott legyen a jövő évi olimpián Rióban. A marosvásárhelyi sportoló visszaköltözött Bákóba, és elkezdte a felkészülést. Ez egy kísértő álom ez a visszatérés Bakóba, de otthon nem lehetett megoldani az edzést, se edzés, sem felkészülési lehetőségek nem voltak. És mivel az országban egyetlen hely, ahol per pillanat fel lehetne ilyen szinten készülni, az Bakó, úgyhogy országot ide újra visszatérni. Hozzátette, a tervek szerint decemberben rajthozál a rövidpályás úszó Európa bajnokságon Izraelben, majd januárban egy tenerifei edzőtábort is ígért a szövetség. Egyelőre tehát minden adott ahhoz, hogy az olimpián ismét legyen erdélyi magyar úszó a rajtnál.